Csak azt akarom mondani, hogy ha kapsz bármilyen megértést, ne mondd el senkinek. Soha ne mondd el senkinek. Ne kivételezz. Hisz nálnál sokkal okosabb emberek már elmondták. Hát elmondta Jézus, elmondta a proféta, elmondtuk mi is, mi intelligens, okos emberek, mi is már többször elmondtuk. Te ne mondd el senkinek. Sőt, rejtsd el. Ezt akarja elhitetni velünk a világ, hogy mi így kell viszonyuljunk. Ezért van tekintély, elvűség a világban, hogy mi nem mondjunk el semmit, hisz nálunk sokkal okosabb emberek, akik jobban értenek Istenhez, jobban értenek Jézushoz, ők már elmondták, hát mi nem kell elmondjuk. Nekünk nincsen szükségünk arra, hogy mi személyesen kapjunk felismerést, és engedjük, hogy keresztül folyjon az rajtunk, még ha kicsi is az, de folyjon keresztül rajtunk. Hogy élvezzük azt, hogy Istennek a kegyelme, az ő oltalmazó szeretete, az ő bölcsessége keresztül folyik rajtunk. Erről akar lebeszélni minket a világ. Ezért jöttek létre vallások Jézus nevére, mert különben, hogyha nem volna vallás, akkor megmutatkozna Jézusnak a teljes igazsága, megmutatkozna az, hogy az ő kegyelme mindenkin keresztül akar folyni. Ne mondd el senkinek, rejtsd el, hát te nem vagy pap, nem vagy teológus, hát mit akarsz? Megbolondultál, miről beszélsz? Hát a másik elvégzett 5 év egyetemet, teológiát, lediplomázott szín 10-essel, szín 5-össel. Mit akarsz te mondani Jézusról? Jaj, kaptál egy olyan kis jelentételen megértést? Jaj, ne mondd el senkinek, hát az semmi. Ahhoz képest, amit Jézus mondott, meg amit a püspök mondott, hát az semmi, az nem jelent semmi. Hallgat, rejtsd el, rejtsd el. A talentumok példázata az arról szól, hogy el kell rejteni mindent. Nem emberek, épp az ellenkezőről szól. Azt mondta Isten, az egy talentumot fektesd be, sőt, hogyha fél van, azt is fektesd be, mert attól van neked örömöd, hogy azt befekteted. Hát neked azt adta mostan Isten az egy talentumot, na azt fektesd be. De döntsd el, mit akarsz csinálni? Ásd el, hogyha el akarod ásni. De hogyha elásd, akkor azt is elvesszük tőled, el fogod felejteni az egy talentumot. Ezt mondja Isten nekünk. De hogyha befektetjük, akkor megszaporítja azt nálunk. Ez a lényege az Isten és ember kapcsolatának. Hogy mindenkinek annyit ad, amennyit lát, hogy mire van szüksége. És amikor kapjuk a talentumokat Istentől, a megértéseket, azt nem is azért kapjuk feltétlenül, hogy azt mindenképpen továbbadjuk, hanem azért, hogy az belénk rögzüljön. Maga az élet szava, az élet igéje, a megértés belénk rögzüljön. Beleivódjon a mi szívünkbe, azáltal, hogy elmondtuk. Mert azáltal, hogy én elolvastam a leckét, amit leadtak történelmórán, azáltal az belém rögzül. Ha Isten nekem leadja a leckét, ami számomra aktuális, és hogyha azt én visszamondom, felmondom, vagy kimondom az embertársaim irányába, azáltal belém rögzül. Ez volna a megváltás lényege, ez volna a látás lényege. Az emberek elkezdenek látni, hogy elkezdik gyakorolni. Nem érdekel, lehet, hogy másnak sokkal nagyobb megértései vannak, mint az enyémek. Nem érdekel, nekem ez van, nekem egy talentumom van, és azt közzéteszem. Hát, ha valakinek pont arra van szüksége, arra az egy talentumra, és hát, ha épp most, jó, ezt már sokan elmondták, nem számít, most én fogom elmondani, mert most én kaptam a kijelentést személyesen. És most teljes az én örömöm, mert korábban hallottam tőled, meg tőletek, és igen, tetszett, mert értettem is, meg nem is, értettem, hogy van igazság benne, de most én kaptam személyesen, nekem sugta a fülembe, a mennyei atya, Krisztusnak a szava, na most erőteljes, most fogom én elmondani, és megújul az igazság kint a világban, megújul a világosság, de különben hogy újuljon meg? Hogyha nem mondom el, mert hagyom, hogy az agyam, a programozott, agymosott agyam, ugye, meggyőzze a lelkemet arról, hogy jaj, hát ez semmiség. Semmiség. Igaz, hogy Istentől van, de semmiség. Lesemmizem az ő munkáját. Lesemmizem a mindennapi kenyeret. Azt, amit ad nekünk, azt az örömet, azt mondom, ha ez semmi, ez semmi. És figyelmen kívül hagyom azt, amit mondott Jézus. Aki a kicsin nem hű, aki a kevésen nem hű, arra nem bíznak sokat. Hát a kevésen sem volt hű. Miért kapjon ő többet? Miért bízanak rá sokat? Még többet? Hát ennek nincs semmi értelme. Így van-e? Aki a kevésen nem hűséges, aki a földieken, a földi kincseken akár, ugye? A testi kincseken is, aki nem hűséges, aki azt nem kezeli jól. Hát mit kezdeni a lelki kincsekkel, a mennyei kincsekkel? Semmit.
Nincs, amit kezdze. Ügyeljetek, emberek. Ügyeljetek, mert erről szól a világ, erről szól a vallás. Hogy elhitesse veled, hogy vannak sokkal nagyobb emberek, mint te, akik sokkal szebben tudnak beszélni. Például az a kiáltó szó is, hát látod, ő milyen keményen beszél. Mit érdekel azt, igen, hogy beszélek? Te beszélj úgy, hogy neked Isten adja, hogy legyen teljes a te örömöd. Így alakul ki a hierarchia. Én leszek akkor most a főpüspök, vagy a főpásztor, vagy a mit tudom én, a főpápa. Hát én már régebb óta beszélek. Hát elvárjál csak, mert Jézus nem ezt akarja. Ő azt akarja, hogy nincs különbség közöttetek. Ti mindannyian testvérek vagytok. Sőt, hogyha hallom én azt a régi megértést, amit én már korábban megkaptam, lehet, hogy nekem pont arra van szükségem, hogy újból halljam, hogy felfrissüljön bennem is, és megelevenedjen bennem is. De ha te hallgatsz, te kussolsz, te nem vagy hív, nem vagy hűséges, az egy talentumon, amit kaptál, akkor még engemet is meglopsz. Nekem pont arra lett volna szükségem, hogy halljam azt a régi, jó, finom illatú megértést, hogy felfrissüljön benne, hogy engemet megelevenítse, visszavigyen az első szerelembe. Mit hallgatsz? Ajándékba kaptad, hogy örüljél neked, és örüljél még jobban azáltal, hogy elmondod, úgy, ahogy tudod, úgy, ahogy adja neked Isten. A saját szavaiddal, dadogva, vagy sírva, vagy ahogy sikerül. Mit érdekel? Mit azzal foglalkozol, hogy ők mit gondolnak? Hát ha embereknek akarsz megfelelni, Istennek semmiképp nem felelhetsz meg. A Krisztusé nem lehetsz. Hagyd a fenébe, ne bajlódj te azzal, hogy ők mit gondolnak, vagy hogy vajon jobban mondtad-e, mint ő, vagy hát dadogtál is nem számít, elfér benne a dadogás is. Van idő még bőségesen, hát elfér a YouTube-on. Ingyen fel lehet tölteni YouTube-ra. Kinek akarsz megfelelni? Mert hogyha embereknek, mert hogy jaj, hát ők már sokszor elmondták, és jobban elmondták, mint én. Krisztusé nem lehetsz. Ezt mondta Krisztus. Hogyha haragszol rám, akkor ráharagszol, mert ő ezt mondta. Hogyha öröm volt a megértés, mennyivel nagyobb öröm az, amikor meg is osztod azt a megértést. Engedd, menjen tovább. Valaki ott majd elkapja a végét, és örülni fog neki. És így alakul ki a mennyek országa, de hogyha én folyton hagyom, hogy az agyam, a szürke állomány lebeszél engemet a színekről, a menny országának a színeiről, hagyom, hogy a szürke állomány lebeszéljen, hát akkor én nem vagyok méltó mennyek országára. Így van-e? Akkor vagyok méltó, hogyha a szürke állományomat, az agyalásomat felülírom, engedem, hogy a szívem, a lelkem, amelyet a Krisztus formál, felülírja a szürke állományomat, hogy ne annak higgyek, amit a szürke állományom lát és gondol, meg ért, meg fél, meg retteg, meg tétovázik, meg kételkedik, meg nem érdekel. Eleget játszmázott már mostanék. Nem volt elég. 30 éven keresztül, 20 éven keresztül, 40 éven keresztül, 80 éven, nem volt elég, 80 éven keresztül a játszma, amit végigcsinált a lelkeddel, a szürke állományod. Mikor fogsz felébredni, mikor fogod kívánni őszintén, hogy az élő Isten szóljon hozzá, és ne kelljen szégye, ne kelljen restelt, hanem felvállalod minden este újra, hogy kapta. Amit szégyelsz, azt mindenképpen elveszíted. Ha van valami testi erőtlenséget, gyengeséget, bűnöd, hát mindenképpen elveszíted. Hát a test ilyen, ez van. Abból kívánunk megszabadulni, a testi létből, a testi földözalagadságból, nem? Nem kell szégyelni. Olcsó igaz, de mindenki elkövette, hogy azt a hülyeséget, amit te. Mindenkinek vannak erőtlenségei, sőt, Isten azt mondta, hogy a ti erőtlenségeitek által mutatkozik meg az én erőm, hogyha ti felvállaljátok azt, hogyha ti erősnek akartok tűnni, holott nem vagytok erősek, hát akkor reménytelenek vagytok, nincs ami kezek veletek, kivetlek a számból, kiköplek a számból. Hidegek sem vagytok, nem vagytok világiak, menjetek akkor bulizni. Menjetek Szigetfesztiválra, New Yorkba, Woodstockra, a vakat, oda menjetek. Legyetek akkor hidegek, hogyha már nem akarjátok felvállalni azt, amit tőlem kaptok. Legyetek hidegek, és aztán, amikor megtapasztaltak annak a gyümölcsöt, akkor talán még beszélgethetünk. De mivel langyosak vagytok, sem hidegek nem vagytok, sem forrók nem vagytok, hévek nem vagytok, nincs, amit kezdek veletek, mert lágy melegek vagytok, mint a lágy tojás. Kivetlek a számból. Legyetek hidegek vagy hévek, és akkor még tudunk beszélgetni. Különben nem tudunk beszélgetni. Ezt magamról mondom, mert én is végig küzdöttem ezt a harcot. Hát remélhetőleg végig, nem biztos, de remélem, hogy már végére értem. Végig küzdöttem ezt a harcot, hogy engedtem, hogy az agyam lebeszéljen. Ja, hogy én ezt én már milyen sokszor mondtam. Én egyszer sem mondtam emberek jó formán.
Mindig Istennek a lelke szólt, és ő volt az, aki engemet emlékeztetett, és arra indított, hogy osszam meg, hogy mások megszabaduljanak, és jöttek a visszajelzések, hogy jaj, de jó, hogy elmondtad, pont erre volt szüksége. Te jó, hogy kimondtad azt, amit gondoltam, hát te mire vársz, apámé? Te mire vársz? Ha te is gondoltad, és neked is jött a gondolat, az élő gondolat, mire vársz? Mit én kell kimondjam helyetted? Hát te nem akarsz örülni annak, hogy te kimondod a saját ajkaiddal? Hogyha már kimondtad mostanig a hazugságot, amiben éltél, még dicsekedtél is vele. Hát miért nem adod ki az igazságot is, amit mostan kapsz, és megelevenít téged, boldogság, öröm van benne? Mondd ki azt is. Örüljék kétszer neki. Egyszer, amikor megkaptad, és egyszer, amikor továbbadtad. Az, hogy elmondtam én is, elmondta a kiáltószó, elmondták mások is, kit érdekel? Az ő dolguk. Ők akkor kapták és elmondták. Most te kaptad személyesen, és most a legerőteljesebb számodra a megértés. Meddig alszol, apámé? Még meddig? És reménykedsz, hogy csoda történik majd, bevágtad, mit tudom én, fehér paripán Jézus a házadba, a szobádba, és elvisz téged. Ilyen nem lesz, emberek. Ilyen nem lesz. Ezek képek, jelképek, a jelenések könyvében, amit szintén megmagyaráz neked, hogyha a keveset felvállaltad, de hogyha a keveset sem akarod felvállalni, hogyan kaphatnál te sokat? Megfulladnál tőle. Az a sok, sokként érne téged és megölne téged. Vállalt fel a keveset, és sokat fogsz kapni. Ez Isten országa. Ami a legnagyobb örömet okozta, az az, hogy ahogy beszéltél, tényleg eszembe jutott az írás, és hát maga az az érzés, hogy igaz az, amit Isten mondott, igaz az, amit Krisztus elmondott, és igaz az írás, tehát minden igaz benne. Mert sokszor jártam úgy, hogy tehát az az igazság, hogy én egyébként tehát rengeteg megértést meghalasztottam, rengeteg talentumot elpazaroltam, eldugtam, akár felelőtlenségből, akár testi indulatból, hogy jaj, most már késő este van, jaj, most már fáradt vagyok, vagy bármi. És utána történt, mindig nagyon sokszor előfordult az, hogy eltelt egy nap, vagy két nap, és ugyanazt a megértést valaki elmondta. Tehát meghallottam mástól, más utitástól. Vagy általatok, és olyan is volt, tehát ez tényleg így van, olyan is volt, hogy szó szerint ugyanazt vagy elmondtátok ti, vagy elmondta más utitás. És akkor most jelentette ki ugye a lélek, hogy ilyen is van, ilyen is, nem tudom pontosan idézni a Bibliából, de valahogy úgy van, hogy odaadja másnak azt a talentumot. És tényleg így van. Tehát ezt tapasztalhattam, és hát mi az, amit akkor érez az ember? Nem, örömet is érez, és éreztem örömet is, de azért ott volt az az ember, hogy na hát elmondhattad volna te is, meg hogy ugyehogy, tehát rávilágítottad, hogy ugyehogy nem semmiség, ugyehogy nem kis dolog, hogyha másnak is megadom, akkor valószínű azért, mert az fontos, arról fontos. Tehát hogy jövök én ahhoz, hogy felül bíráljam Istennek a kijelentését, amire éppen ugye legfőképpen nekem van szükségem, de ugyanakkor, ha továbbadom, akkor lehet, hogy másnak is pont arra van szüksége. Hogy ez az elme, ez a gondolkodás, én nem tudom, én mostanában már sokszor tapasztaltam azt, tehát napról napra, ma is, tehát most, ahogy beszéltél, azért volt áldás számomra, mert egyszerűen éreztem azt, hogy meggyűlölöm magamat, azt az embert, aki ilyeneket csinál, és tehát eddig nem éreztem ezt, hogy én gyűlölöm. Tegnap is volt ilyen, tegnap is szembesültem egy ilyen tulajdonságommal, ami elém jött, már nem is tudom, hogy mi volt az, de egyszerűen az jött belém, hogy kész, hát én gyűlölöm magam. Érdemtelen vagyok arra, hogy éljek, és egyszerűen csak a vágy van bennem, hogy tehát ebbe a testbe kár az életet pazarolni. Egy ilyen testbe, egy ilyen gondolkodásba, ami folyamatosan ezt csinálja. Ja, tudom már, tegnap az volt, ugye lefeküdtem, és hát így jött, hogy imádkozzak. És aztán
De hogy mondjam nektek, tehát ugye tudtam, hogy nem az az imádkozás, hogy én most elkezdek itt imádkozni, vagy valami, vagy elkezdek beszélni Istennek, tehát tudtam, hogy ez nem imádkozás. Ezzel én nem tudok az ő jelenlétébe kerülni. Mert ugye tudtam és emlékeztem arra, hogy ugye az maga az ima, amikor a Krisztus tanít, és elkezdő, ő adja a kijelentéseket, ő beszél hozzám, és az ő jelenlétében vagyok. Ez maga az ima, amikor vele vagyok, amikor ő tanít. És aztán az elme csak elkezdte, hogy jaj, hát Istenem, milyen hálás vagyok ezért, milyen hálás vagyok azért, és a végén, tehát kimondtam ezt kétszer, és rám felfordult a gyomrom saját magamtól, hogy mit akarok már megint, mit beszélek már megint Istennek, hogy ezért vagyok hálás, meg azért vagyok hálás, hogy miért vagyunk általában hálásak, mert ugye ezt is tanítják, meg ez is le van írva, hogy hálaadás, meg hogy legyetek hálásak mindenért. De igen ám, de miért legyek én hálás? Az ember, hogyha nem ismeri Krisztust, hogyha nem az ő tanításába vagyok benne, ha nem az ő beszédébe vagyok benne, akkor miért tudok hálát adni? Csak a földiekért. Csak azért, hogy hálás vagyok azért, hogy van nekem ez, hálás vagyok azért, mert van nekem a ház, vagy a gyerekem, vagy bármi. Hát pontosan ezek által még jobban kötöm magamat ezekhez a dolgokhoz. Tehát nem tudok ezektől elragaszkodni, nem tudok ezektől elrugaszkodni. És ugye Isten befogta a számot, hogy hagyjam már, hát nem is tudok hálás lenni, de ezekért a dolgokért meg felesleges hálásnak lenni. Tehát nem lehet ezt így. Úgyhogy azt éreztem tényleg, mikor erre rávilágított, hogy kész, hát én undorodom ettől az embertől, én gyűlölöm ezt az embert, és ezt napról napra egyre többször érzem, hogy egyszerűen tényleg rámutat olyan tulajdonságokra, hogy felfordul a gyomron saját magamtól is. És a félelmetes az csak az, hogy tudom, hogy ezekbe én vittem bele saját magam, és ebből már én nem tudok kimenekülni. Tehát csak a Krisztus tud ezekből engem kimenekíteni, ezekből a dolgokból. Tehát minden nap megláthatom ezeket a megkötözöttségeket, és mondom, én még nem éreztem ilyet, hogy elkezdtem volna gyűlölni mondjuk azt az embert, akivé váltam, aki voltam, azt a régi embert. Na de ugyanakkor örül is a lelkem, mert régebben emlékszem, hogy mindig csodálkoztam ugye azon, amikor mondtátok, hogy aki nem gyűlöli, tehát ti is beszéltetek erről, meg ugye Krisztus is mondja, hogy aki nem gyűlöli meg saját anyját, apját, nem gyűlöli meg a saját életét. És akkor mindig megbotránkoztam, vagy nem is az, hogy megbotránkoztam, hanem inkább elszomorodtam, mert az volt bennem, hogy hát én nem tudom ezt, hogy én miért nem érzem azt a gyűlöletet. Miért nem érzem azt a gyűlöletet, hogy én meggyűlöltem ezeket a dolgokat, hogy én meggyűlöltem az életemet, vagy meggyűlöltem saját magamat. Persze voltak ilyen időszakok, meg voltak ilyenek, amikor érezhettem egy-két ilyen dolgot, de így ennyire intenzíven és ennyire gyorsan, és ugye napról napra előjönnek ezek a dolgok, ennyire még nem érezhettem. De szóval ez az, ami örömet okoz, hogy na, legalább már érzem. És nem színből érzem, nem azért, mert ugye le van írva, hogy most nekem azt érezni kell, hanem egyszerűen a Krisztus, ahogy elvezet erre ezekre a dolgokra, és mutogatja, hogy na, mik azok, amik ott vannak, és amik ennyire távol tartanak tőlem, amiért nem tudsz, amiért mondjuk hitetlen vagy amiért mondjuk nem tudsz engedelmeskedni nekem, és ezek ugye mind ott vannak. Úgyhogy ezeknek örültem, de egyébként tehát, hogy mondjam, tehát így Krisztus nélkül ezeket megélni, az biztos, hogy egyenes út az öngyilkosságba. Hogyha ezeket az ember... Valakinek rád olvassa a fejedre, hogy milyen vagy te. Tegyük fel, én vagy bárki más rá olvasná a fejedre, hogy milyen vagy.
akkor mit csinálnál? Hát igen, olyan vagy te, tehát talán felismered, hogy tényleg úgy van, ahogy mondom, vagy ahogy mondja bárki más, viszont megvédenéd azt, kezdeni ellenkezni, megvéded a te gonoszságodat, tehát fordítva, ugyanezt csinálja mindenki. Hogyha valaki ráolvassa az ő gonoszságait, akkor ő ugye felláza, mert ő azzal azonosul. Hát ő, én ez vagyok, és akkor megvédem. De hogyha Isten mutatja meg valamilyen módon, és felszínre hozza, akkor mennyivel jobb, akkor az ember tényleg érzi azt, hogy tehát én már meggyűlöltem ezt a gyarló embert, aki lakik bennem, ezt a gyarló lelket, ezt meggyűlöltem. Elegem, jól laktam vele. Gyáva is, meg kényelmes is, meg minden baja van. És amikor ezt a saját szememben látom, akkor történik meg az, amit Jézus mondott, hogy meggyűlölöm saját magamat. Hát először mindenki hogy gyűlöli meg magát? Hát a tükörképében. Az anyjában, az apjában, a szomszédasszonyban, a gyermekeiben és mindenkivel. Hát ezt mindenki felvállalja, mert mindenki kimondja, hogy jaj, meguntam anyámat, vagy meguntam a testvéremet, haragszom rá. Csak addig, amíg ugye ez elér a szívig, hogy az ember észrevegye, hogy ő magáról beszél, saját magáról beszél, hogy a tükörképéről beszél, és akkor a végén kimondom, hogy meggyűlöltem a saját lelkemet, jól laktam a saját lelkemmel, adj, teremts bennem új lelket, tiszta szívet, Uram, érted? Akkor tud megtörténni a megváltás Isten igazából, amikor én mondom ki a saját ajkaimmal, hogy ez én vagyok, én jól laktam saját magammal, a saját gondolatommal, a saját szokásaimmal, a saját agyalásommal. Jó vagyok teljesen, akkor adjál nekem tiszta szívet, tiszta értelmet. Szóval tessék, itt van, így ad az én véremet, egyed az én testemet, lakjál jól, legyél tiszta. És érdekes, hogy ilyenkor, tehát eszem ágában nem jutott az, tehát ahogy megmutatta Isten ezeket a dolgokat, eszem ágában nem jutott az, hogy ugye kifelé nézek, vagy esetleg másokba keressem a hibát, vagy hogy na, nézd meg, hogy ez hogy idegesít engem, vagy hogy már megint idegesíteni akar, már megint rosszat akar nekem tenni. Nem, hanem tényleg az, hogy ó, hát nem tudom elmondani, biztosan tudjátok, milyen érzés ez. A testnek nagyon rossz érzés, az biztos, de nem is mondhatnám, hogy olyan rossz, hanem hát nem tudom ezt így szavakkal kifejezni. Nem tudom kifejezni, de ugyanakkor, tehát dicsőséges érzés is, dicsőséges is. És ami furcsa volt, tehát amit még így érezhettem, mert ugye minden nap más-mást mutatott meg, nemrégiben ugye azzal, tehát az jött elő bennem, tehát a cigivel kapcsolatosan, hogy egyszerűen már kiáltottam Istenhez, mert megundorodtam magamtól, ahogy cigarettázom. Megundorodtam a cigarettától, megundorodtam egyszerűen magától, még a mozdulattól is, attól is, hogy rá gondoljak, de egyszerűen nem tudtam ugye letenni. Nem tudtam. És valójában, tehát Isten elvezetett oda, hogy magát ezt az érzést utáltam meg, hogy nem tudom letenni, és van. Mondtam Istennek, tényleg, és sírva kiáltottam már tegnap előtt, vagy nem tudom melyik nap volt ez, hogy már nem, tehát utálom ezt. Utálom ezt, hogy én, mint egy robot, folyamatosan csak megyek lecigizni, de ez is egy beprogramozás. Mert tehát magától a cigarettától, azt úgy képzeljétek el, hogy már hány ingerem van. Tehát már nem tudok jó ízűen se elszívni egy cigit, úgyhogy az jól esne, hanem egyszerűen már mindenem tiltakozik ellene. Tehát öklendezek, ezt ki kell, hogy mondjam, minden egyes cigarettánál már öklendezek. De ugyanakkor a program az ott fut a fejembe, hogy jaj, hát de a kávéhoz kell, jaj, hát de amikor kiteszed a gyermeket és mész be a munkahelyre, akkor az kell, és ezek mind-mind ilyen berögzült programok az agyamba, amik futnak. Hát kinek van programja? Hát a robotnak van, a zombinak van programja. Nem a gyermeknek, nem Isten gyermekének, annak nincsen programja, az se tudja, hogy következő pillanatban mit fog tenni, vagy mit fog mondani. És egyszerűen magától, ettől az érzéstől úgy megundorodtam, annyira meggyűlöltem, hogy egyszerűen mondtam, hogy Istenem, valami, tehát már azt se kérem, hogy kezdjem vele valamit, vagy hogy vegye el tőlem, vagy bármi,
de hogy tehát hozzá kellett, hogy kiálltsak, hogy egyszerűen csak ezt tudtam neki mondani, hogy hát én kész, utálom magam, utálom ezt az embert, utálom ezt a beprogramozott agyat, ami nem tud még egy kicsike változás se befogadni az életébe, semmit, tehát egyszerűen tényleg azt érzem, hogy gyűlölöm meg, saját magamat gyűlölöm meg. És aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki szereti önmagát, meg kell halljon, meg kell halljon. Épp erről beszélgettünk mostanig, ugye abban a felvitelben, hogy az igazi szer etet. Tehát ezt adja Isten, nagyon durván hangzik, de ezt mondja Jézus, ez van leírva a Bibliába. Ő azt adja, hogy meggyűlölt önmagadat, segít meggyűlölni azt a hiába, azt a roboti üzemmódot. És azáltal, hogy meggyűlöltem önmagamat, akkor már nem magamat akarom szépíteni, hanem Istennek a dicsőségében akarok gyönyörködni. De hogyan gyönyörködjek én Istennek a dicsőségében, hogyha azzal vagyok elfoglalva, hogy én milyen ügyes és milyen szép vagyok. Tehát befelé nézek a szó legrosszabb értelmébe, és nem kifelé Isten dicsőségére. Ugye, hogy van értelme annak, amit Jézus mond, hogy aki nem gyűlöli meg magát, az nem örökölheti Isten országát. Tehát az, hogy nem gyűlöli meg anyját, apját, feleségét, férjét, fitesvérét, lánytesvérét, pont, a tükörképeit nem gyűlöli meg, és aztán majd a saját lelkét is nem gyűlöli meg, azt a hiába valóságot nem örökölheti Isten országát. De hogyha önmagamat meggyűlöltem, akkor én már nem akarok önmagamra figyelni, nem akarom az önképet építeni, nem akarom az én képet építeni, hanem gyönyörködöm Istennek a dicsőségébe. És hol gyönyörködöm? Egymásban. Isten egy másik képében, az egymásában, Isten másában gyönyörködöm. Ez a mennyek országa, ez jön a napokban egyre intenzívebben. Most mondhatnám azt, hogy ja, erről én már beszéltem, addig fogok beszélni, míg fokhagyma szaga lesz. Amíg Isten adja, amíg berögzül a szívbe, a lélekbe a lényeg, hogy az én dolgom nem az, hogy az én magamban, az önmagamban gyönyörködjem, az én magamnak örömöt okozzak, az önmagamnak örömöt okozzak, hanem az én dolgom az, hogy egymásban, az egy másában, az egy Isten másában, mert az egy az Isten, az ősze egy Isten van. Isten másában gyönyörködjek, és hogyha ezt én megértem, akkor azon kapom magam, hogy a mennyben vagyok, mert minden Isten másra lesz. Mert már nem az egoizmusomban, nem a saját szépségemben gyönyörködöm, és nem akarom felemelni magamat, mint ahogy a Tírus királya felemelte magát Isten széke fölé, hanem Isten dicsőségében, Isten másában, mert az ő tükörképei, az ő hasonlatosságára vagyunk teremtve, az ő kép mására, az ő hasonlatosságára vagyunk teremtve. És a mi dolgunk az, hogy gyönyörködjünk Isten egy másában, mert ő azt mondta, hogy ő lesz mindenben és mindenkiben, mindenekben, ő lesz minden mindenkiben. Ez a mennyek országa, amikor már meggyűlöltem magamat, nem akarom magamat építeni, sem a testemet, semmit nem akarok építeni, hanem gyönyörködöm Isten másában. Az az én életem. Ugyanígy gyönyörködik más is bennem. Hát én is Isten mása vagyok, az ő képmása, és minden és mindenki Isten képmása. És így történik meg a mennyek országa. Egyenként, személyesen, akivel személyesen nem történik meg, sosem fog megtörténni. Soha. Sem a halálon innen, sem a halálon túl. Nincs ahogy megtörténjen. Csak egyenként, először a szívedbe, ketten vagy hárman, ti köztetek. Én látom Istennek a mását, a képmását benned, a te vallomásodban, a te látásodban, a te örömödben. Istent látom, az ő képmását. Miért? Mert az ő lelke van benned. A Krisztus által az ő lelke van benned. És egymásban mindenki, Isten egy másik, egy mását látja, képmását. És akkor mennyivel nagyobb gazdagság, hogyha örömet okozott valaki számára a saját egója, a saját fizikai léte, ami csak ugye egy egyszerű fizikai lét, ugye egy, hogy mondjam, egy ego, egy test. Hogyha az gyönyörűség volt egy embernek a teste, a testi élete, hát akkor mennyire nagyobb gyönyörűség és dicsőség sok embernek a léte. Az, hogy Istennek a mását millió számra láthatom magam körül. Nem vagyok kíváncsi, önfeledtem, megfeledkeztem, meggyűlöltem önmagamat, és meg is feledkeztem róla. Önfeledten gyönyörködöm
egymásban, gyönyörködünk egymásban, Istennek a kép másaiban. Ez a mennyek országa, itt már nem kell test. Ott van a tökéletesség, a mennyek országa. Ennyire egyszerű az egész. De hogy is ne lenne egyszerű, ha egy Isten van? Az igazság egyszerű és egy értelmű. Ezt is úgy mutatta Isten, ugye a családommal kapcsolatosan, ugye, és így vezetett el arra a dologra is, hogy aki nem gyűlöli meg anyját, apját, testvérét, hogy valójában ugye kit gyűlölök akkor? Tehát mi történik akkor, amikor valakivel ugye találkozok, aki bennem mondjuk feszültséget kelt, vagy bármi, az ugye az bennem van. Tehát ő ugye az én képmásom, és én mássá válok ugye mellette, képmutatóvá. Tehát úgy mutatta meg, hogy ugye találkoztam személyekkel, és rá mutatott Krisztus arra, hogy nézd meg, hogy találkozol ezzel az emberrel, tegyük fel, találkozol édesanyáddal, és milyen képet mutatsz előtte. Tehát, hogy rögtön egy képet kell, hogy mutass előtte, hogy megfelelj. Aztán találkozol egy másik emberrel, az előtt és annak is egy teljesen más képet kell, hogy mutassál. Tehát valójában ugye ez a képmutatás, hogy egy más képet mutatunk, ugye ahány emberrel találkozunk, nálam legalábbis ez így volt, tehát nincs ezen mit tagadni. Egy-egy más képet kellett, hogy mutassak magamról. Ha a barátnőmmel találkoztam, annak megint más képet. Ha az édesanyámmal, annak megint más képet. Hogyha bárki mással, tegyük fel kollégával, annak megint egy más képet kell, hogy mutassak magamról. És ezt, tehát ahogy erre rámutatott erre is így a napokban Isten, tehát egyszerűen ez is ott volt, hogy ezt is megengedte, hogy megérezzem azt, hogy meggyűlöljem. Hogy meggyűlöljem már végre azt, hogy képet mutatok magamról. Mert ugye, hogyha nem a Krisztusnak a lelke van bennem, és ez így most jött, ahogy beszéltél, ha nem a Krisztus lelke van bennem, akkor automatikusan a fenevad lelke van bennem. Tehát én vagyok a fenevad, maga a világnak a lelke van bennem, a világnak a lelkülete van bennem, és akkor a fenevad képmása az a többi ember. Tehát akkor ami ugye én is vagyok, tehát a képmásom az nem tud más lenni, mint ami bennem van. Ha Krisztus lelke van bennem, akkor nyilvánvalóan azt látom a többi emberben is. De amíg a fenevad lelkület van bennem, és az ő lelke van bennem, addig csak a fenevad képmását láthatom magammal szemben is, tehát a tükörben is azt láthatom. Hát mit mondod el ezt? Ilyet el kell hallgatni, ilyet. Hallgassd el az ilyen, nehogy valaki meghallja, nehogy valaki megszabaduljon, nehogy valaki rájöjjön arra, hogy ez az igazság. Hát hogy lesz mennyek országa úgy, hogy a szíved megváltozik, kapsz új szíved. Ha nem kapsz új szíved, akkor hiába balhízol a tükreiddel, mert az te vagy. Az te vagy. Ezeket kell elhallgatni. Ezért kell gyülekezetbe menni, és templomba menni, hogy senki nem merjen beszélni. Senki nem merje kimondani azt, amit Istentől kap személyesen. Ezért kell vallásos lenni. És akkor így, hol van a megváltás? Egy másik bolygóról fog jönni vajon? Egy másik elnökkel? Vagy egy valakivel? Hol van a megváltás? Hát nem bennünk van. Hogyha azt mondta, hogy a Krisztus helyet készít magának a mi szívünkben, nálunk, az ő szava által, hogyha befogadjuk, akkor hol van a mennyek országa, ahol kezdődik? Hát bennünk. És egyszer csak kezdem látni az én képmásomat embertársaimban, a barátaimban, azokban a személyekben, akik szintén kívánják megismerni az igazságot. És vagyunk ketten vagy hárman, és nem tudom, hogy ti hol éltek, melyik bolygón éltek, de mi a mennyben élünk. Éppen most a mennyben élünk. Mert azt a képmást látjuk, amit Isten ad egymásba. Az, hogy ott vannak más képmások is, hát azzal nem foglalkozunk. Foglalkoztunk eleget a pápa képmásával is, mindenki képmásával, de most azzal nem foglalkozunk, mert kaptunk egy újabb, új képmást, a tökéletes képmást, amit Isten elképzelt. Nem elég az nekünk? És elkezdődött a mennyek országa. Miért mondja Jézus, hogyha
valakihez bemész, akkor mondd azt, hogy elközelített hozzátok a mennyek országa. Eljött hozzátok a mennyek országa. Hogyha örömmel fogadják, akkor a ti békességetek szálljon rá arra a házra, és ott a nyugodjon meg Istennek a békessége. Ha pedig nem fogadják, akkor mondjátok meg neki, tehetek bizonságot arról, hogy eljött hozzuk a mennyek országa ma, a mai dátumon, de ők megtagadták, elutasították azt. Elutasították a jót, Istennek a jelenlétét. Tegyél bizonságot, hogy tudják, hogy miért olyan az életük, amilyen. Mert ha bizonságot teszel őszintén, akkor azzal még segítesz is nekik. Kellemetlen lesz nekik szembesülni azzal, hogy hát ők azt hitték, hogy Isten hívők, de mégis téged elutasítottak. Holott benned Istennek a lelke van. Tegyél bizonságot, eljött hozzád Istennek az országa. De te azt mondtad, hogy neked nem kell. Neked egy vallás kell. Neked egy gyülekezet kell. Neked az emberi gondolkodás kell. Neked a saját elképzelésed kell, a saját jó Istened kell. Nem az élő Isten.